Toljak már egy másodperc. Na, megy ez. Mint az ágyba kaka. Szevasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit! Vagyis hát üdvözlök mindenkit itt a délutáni streamben. Hogy őszinte legyek, mondanám, hogy különleges nap, de annyira mégsem az. Egy ideje nézegetek már, vagyis szemezgettem már ezzel a gémmel, de most még nem ásszunk bele, hogy ez micsoda, meg mi, mert még ilyenkor nem tudják az emberek, hogy hol vagyunk, meg minden. Úgyhogy egyelőre csak szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit. Köszöntsük a feliratkozókat is, bármint hogy azokat, akik éppen most. Edward Teach, köszi a 14 hónapot, Peggy, köszi a 13-at, Swain, köszi a 11-et, Bakos László, köszi a 33 hónapot, Mójónak a 15-öt. Szirakosztónak köszi szépen a 2 év feliratkozást. Ő a kék badge-es lett. Korat Freak pedig a vörös badge. Nagyon szépen köszi, srácok, a 2 és 3 évet, és ilyen régóta támogattok minket. Köszi szépen, hogy itt vagytok. Szóval, van ez a game, The Beast Inside, ami gyakorlatilag ugye az a tipikus indie horror játék, ami ugye onnan felismerhető, hogy a menü, amit itt látok, voilà, ugye az az Unreal Engine stock menü, gyakorlatilag, amin ugye senki nem változtat, ami ugye gyakorlatilag ugye ennek a listája az összes indie horror játék és a PUBG. Na most, ez olyan, amilyen, de innen felismerhetőek az indie horror játékok. Azt tudjátok, hogy ez a game is az a tipikus indie horror lesz, de mondom, üssek a vics, meg ugye pénteken és ma ilyen hosszabb streamek vannak, úgyhogy megpróbálunk pontot tenni a végére, meg hát tudom, hogy szeretitek ezeket a fajta horror játékokat, úgyhogy rámegyünk, aztán megnézzük, hogy mennyire lesz ordiválósan beszarós ez a game. Na most, van egy dolog itt, srácok, ebbe a... ha értitek, miről beszélek. Itt a Twitch-en, amit kipróbáltam a múlt héten, úgy véletlenül benyomtam, csak hogy nézzük meg, hogy mi a tök az, és azóta se jöttem rá, mármint, hogy rájöttem, hogy mi az, attól nem kell félni, hogy ez valami community gift chest, de hogy ezzel mit lehet nyerni? Meg miért kell a TFT-be bármit is nyerni, azt nem tudom, de a gift distribúciót azt megkezdjük most. Mivel, hogy 591-en ajánlottátok fel, vagyis hát annyian ajánlottátok ebbe a distribute giftes community gift chestbe, úgyhogy nyerjetek legendákat. Úgyhogy én kiküldtem, majd írjatok valamit, hogyha valami történik útközben. Prime-osok adják, és mindenki más kapja. True that. Szóval ezeket szétszórjuk a chatben, úgyhogy hajrá, hajrá, srácok. Mindenkinek bármi is legyen ez a fantasztikus gift nyeremény. Ezen kívül egyébként nagyon szépen köszi, srácok, a feliratkozás, a... Jesus! Jesus Christ! Mi történik a chatben? Atya Mária! Azt is látjátok, srácok, hogy kitől kaptátok. Úgyhogy tessék szépen megköszönni. Ügyesen. Aranyosan. Hajrá! Úgyhogy királyság, remélem, hogy örültök neki. Köszi a Prime-osoknak! Nagyon szépen köszi mindenkinek, aki felajánlotta a közösségnek egy kis nyeheményt. És igen, direkt ilyen lehetetlen időpontban délbe ment a sorsolás, mert én ezeket szeretem. Kapták, haltak. Na! Elérhetetlen, köszi a 25 hónapot, Levirabi, köszi a feliratkozást, Birosszinak köszi a fél évet, Lackónak köszi a 23 hónapot, még egy hónap haver, Bilónak köszi a 34-et, hogy jeez. Köszi szépen, srácok. Hogy te nem tudsz bedobni tojást? Hát, aki lemarad, az kimarad. Tudjátok, hogy van ez? Kukancsuk bele. Atyaságos úristen. Milyen elbaszott zenéje van ennek a játéknak? Na jó, az a játék már eleve nem tetszik nekem, jó? Maradjunk ennyiben, hogy nagyon-nagyon nem jön át. Jó. Kezdjünk bele. Nézzük meg, mi ez. Szóval... Hogy lehet ennyire hangos egy gomb? Te jó ég! Pillanat. Jó, tűnjön, oké. Okay. Select difficulty level.
Igazából itt nekünk challenge nem kell, mint olyan, mert hogy ugye itt az nem a Skyrackből, meg ilyenekből, a történetet szeretném megtudni, meg mit tudom én. Legyen ez a standard cucc, és akkor meglátjuk, mi lesz. Na, let's see, miről szól. Én megpróbálok fordítani, mennyire tudok, de nem ajánlok semmi, vagyis mondjam, melléblinkelést, mert itt a sztori elméletének fontos, srácok. Mi? Ez lol. Lol. Most ez nem tudom, honnan jött. Lehet, hogy a TFT-ről. Klaudiának köszi a feladatkozás. Predro, köszi a 32 hónapot. Kispipinek pedig a 28-at. Let's see. Where am I? Szeretnél tudni, hogy hol van? És hogy miért? Most azt nem tudjuk, hogy miért van. Adam? Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Valaki... No, what have you done to Adam? A nyomukban jár, és kínozza a családjukat. És Adam nem segít. A háború áldozatokat követte. Ők csak egy átlagos család, akik csak az életüket akarták élni. Ő pedig tönkretett mindent. They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. És hogy már tudnak róla, hogy ő zaklatja a családot, és öli meg ezek szerint, és hogy el fogják kapni. Klip! Jó, kapta. Kapta. Egy héttel korábban. Tehát annyit tudunk, hogy van egy család, ahol van egy csaj, meg van egy Adam. És hogy őket, nem tudom, lesi, kutatja, üldözi valaki, ez a Mr. Balta, és már feljelentést is tettek meg mindent, és ő a végén kinyír mindenkit. Nem igazán harol lol. Ma mindenki lol. Most komolyan a TFT ilyen hatással van rátok? Skarafon, köszi a 14 hónapot. Na. Lev Malár, köszi szépen. The weekend, honey. Not for the rest of our lives. Mm-hmm. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. So I hate to kidding. This country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Jó, ha a 37-et. Boldogat neked is. Stop it. Adam, stop it! Szóval mi Adamet alakítjuk. It's no shack. It's a present from your parents and you should appreciate it. Take a look. Oh, it looks even better. Tehát Adam ezt a házat kapta a szüleitől? Vek, köszi a 20 hónapot. Oh, our stuff made it here before us. Ha is megérkeztek a cuccaik is már ide. That's okay. We can bring it all in ourselves. Meaning I toil away while you get orders from the show. Legyen Levente. Bánom én. Így. 3 órás volt az út ideig. Békésnek tűnik a hely. Oh. Szóval ide jöttek a hétvégére, vagy egy huzamosabb időre, ezt a házat a szüleitől kapta, és azt mondja, hogy a srác táviratokat dekódol. Tehát a csávó egy ilyen kódfeltörő? Mikor játszódik ez? A csávó ilyen kódfeltörő, legalábbis nekem úgy tűnik. Uramisten, mi ez a Szenzi? Pillanat. Szenzi has been megőrülnénk. Jó, mondjuk. Szóval a csávó valamilyen 1979-ben? Köszi, nem figyeltem. És ő kódfertőléssel foglalkozik, és ide jöttek, hogy nyugodt környezetben szépen tudja csinálni itt a dolgokat. Azt mondta a csajos, hogy... Köszi, voice recorder. Press that to check the voice recorder. Adam uses the voice recorder to record conversation and his thoughts on the current events. Oké. Okay. Tehát itt van a voice recorder.
És akkor itt, aha, tehát mindent felvesz ez a csávó, és az a lényeg, hogy innen tudjuk, hogy mi a éppen a feladatunk. És itt felvette azt, hogy Emma mondta, hogy be kell vinni a dobozokat. Cool! Ghost in the bush! Köszi! És Kristi, neked is. Igen. Azt nem mondd meg, hogy melyik gombbal lehet felvenni. Oh. Az emeleti... Uh-huh. Az irányítás ilyen... tudjátok, ez a... tipikus kattintás és az egerrel basztatás. Valami asztalra kell tenni az emeleten. Put the box on the table. Aha, ide. The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. Aha, ennyi. Fenn van a doboz. Most ki kell festeni. Igen, itt látjátok, 1979, gondolom én, várjátok. Igen, 79, augusztus 28. 22. Adam Stevenson. Tehát Adam Stevensonnak hívják a srácot. És General Overview of Work. Aha, 8-10 dobozt kell. Igen, ez a költözési. Simon and Sons csinálta a költözést. Fel kell jutnunk a padlásra. Aha, mert ez egy piszka. Megvan a piszka. Ez nem nyílik. És azt a piszkát kell ide... Ha? Na. Nye! Nye! Ó, baszod. Nye! Nye! Ez az. Igen, tehát konkrétan le kell nyitni, nem csak rá kell kattintani. Ennyi. Pocakos, köszi a 35 hónapot. You've gotta be kidding me. Fuck! Bocsánat. Hop, 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 hop. Great agent, just like dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Mondta a csaj, hogy ne beszéljen csúnyán, mert meghallja a gyerek, aki még a pocakjában is hallja, mit beszél. Tehát terhes a, gondolom, a felesége, vagy a csaja. Azt mondta, hogy az étkezőben, az asztalban lehet a kulcs. Ez a nappali, mert kandalló van. Ez nem tudom mi. Lehet futni, ez fontos. Óra. Óra has been megvizsgálniink, és a vizsgálat közben lehet, ha lehet forgatni. Tehát a tárgyakat így konkrétan. Jó. Ez a papír, ez mi? Aha, Mutter itt töltötte a gyerekkorát, bla bla bla. Jó. Zárva? Na most, ez biztos, hogy nem az ebédlő. De, ez az étkező asztal, dining room. Mi ez? Azt mondja, hogy nem látok. Nem rémálom, még akkor sem, ha annak látszik. Hát ez egy ilyen útmutató a terhességhez. Amanda Krüger. Amanda Krüger. Srácok, a rémálom az elmúlt utcában Freddynek az anyját nem Amandának hívták. Most úgy beugrott. Ha? Nem az volt a neve? Akkor ez valami trivia? Vagy nem trivia, ilyen extra cucc? 1978-ban bestseller 500 ezer kopi. Fú, de beteg! Lehet, hogy ez utalás erre? Amanda Krüger. Faszok. Az amerikai biblia. Amanda Krüger. Jézus, baszki! És akkor azért az a címe, hogy It's not a nightmare? Ha? Ez komoly easter egg, így bazzeg. Mert akkor ez... jó, jó, tetszik, 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 tetszik. Na nézzük, hol ez a kulcs. Kuki? Nincs. Kuki? Nincs. Kuki? Na bazd meg, erre mondjuk nem számítottam. Itt van az Eszteig. Nem, amúgy nem az, csak én hívom így. Nem. Nem? Nem? Hol a faszban van az a szar? I can't find it in the dining room. Oh, sorry. Fasza, nincs itt. Lehet, hogy a csomagtartóban van. Kiszaladunk. Ez eddig olyan nyitány... Baszd meg, zárva van.
pöcsönbe kell kinyitni a csomagtartót ebbe a kocsiba. Ez? Aha. Okés. Hoppá! Megvan! Úgy. Biztosokon már, érted? Nehogy már ne legyünk rendesek. Tom and Jerry, köszi a 32 hónap tier 2-t, nagyon kösz szépen, haver. Kösz, hogy itt vagytok, srácok. Kuki? Padlás. És akkor azt mondja, hogy meg kell találni a festéket itt a padláson. Ott ez meg mi a fasz? Dancing couple figurine. És ha ezt eldobom, összetörik? Most ez a porcelán! 79! Akkor még anyagból volt minden. Itt nincs. Ez mi az Isten? Sleeping Angel. Hop-hop-hop, halláltatok ezt? Someone must have hit him really hard to. Valaki jól megcsapta, hogy? Ez itt vér az alján. Valaki ezzel ütött egy nagyot, úgyhogy letört a lába. És vér van rajta. A kurva anyját. Valakit leütöttek az angyalkával. Ez is törésálló? Ja. Akkor nem csoda, hogy agyon basznak vele valakit. Ez a festék? Ez csak festék... Spray. Várjatok. Faszom. Nyílj meg, kibázz meg, te kurva... Jó? Jó, kibasztok a faszba. Ez a lényeg. Itt van az ezüst cucc. Konzervek. Érdekes. Itt van még feljebb egy létre. Lehet, hogy azt keressük. Közben nézem, hogy hol a... Na. Nem, itt nincs. Szerintem akkor még feljebb lesz. Várjatok, ott még van egy ajtó is. Ez egy feszítővas, ami még jól jöhet. Miért ne? Szeretjük a feszítővasat. Ó, bazzik, mi az anyád? Hé! Hey! Nem ezzel a fejszével csapták agyon anyát? Nem nagyon látok sem. Ennyi? Hm. Deko, aha, itt sincsen fent a festék. Szomorú, de ez van. Megvan a fejsze. Passzod. De hogyha nincs itt a festék, várjátok, ezek mik? Ez se a festék. Ha nincs itt a... Úrámisten, ez egy gázpalack! Tedd le! Ssss! Na jó. Szóval, ha nincs itt fent a festék, akkor hol az anyjába? Ott van! Megvan! Damn it. What's that? Hop-hop-hop-hop-hop! Egy laza deszka? Oké. Valaki ide eldugott valamit. Nye! What could it be? A treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. Nem papa pornó magazinjai, mi ez? Valami... Mi a fasz? Barackos Boriba Bir, köszi a giftet, Futnyik, köszi a feladkozást, egyszer a tesz, köszi a 34 hónapot. Köszi szépen. Örülök, hogy tetszik. És Petya, örülök, hogy tetszik a game. I have to break the cipher to open the box. Meg kell dönteni, vagy meg kell fejteni a kódot. Mi a tök? Nézzétek csak a betűket! Gondoljátok, hogy a... Rotate objects to find hidden messages. Ott. Azt mondja, see Julius Caesar's initials, but why did someone write that? They were
I'd have to be a goddamn code breaker. Wait, isn't that what I do for a living? But why is someone right that they are equal? Az van oda írva, hogy a J egyenlő C. J egyenlő C. An excerpt from Julius Caesar. Commentaries on the Gallic War. I remember this from my Latin classes. Some letters look different than others. Okay. Azt mondja M-H-P-A-O. M-H-P A. Nincs O betű. Fasz, keci! Pillanat, akkor rosszul olvastam valamit. Hát ez nem mi? Ja, mert hogy ja! This device will help me decode the letters in the text. Aha. Jó, 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 megvan, megvan. Látom már mi a gond. Látom mi a gond. Tehát notes. Tehát M-H-P-A-O. És annak a megfelelőit kell kiválasztanunk. Oké, okay. Disk. Azt mondja, hogy ha nézem azt, hogy igen, most ez a nagy kérdés, hogy oké, okay, például tehát átfordítom a megfelelő részre, igen. Tehát most azt mondja, hogy... Figyeljetek, srácok! Azt mondja, hogy... Igen, de ezt hiába forgatjuk, mert... És tehát úgy kell használnunk ezt a tárcsát, hogy azt mondta a csávó, hogy a J... A J egyenlő C. De vajon ez a J egyenlő ezzel a C-vel? Itt? Vagy... Vagy ez a cékkel ezzel a J-vel egyenlő legyen? Ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés. Hogy melyik? De ezt most így meglátjuk, mert ugye... Igen, tehát mert ugye így most egyenlő. Hogy most melyik az, amelyikkel. Mert amennyiben ez van, ugye az M az F, ugye? Mindjárt megnézzük gyorsan. J equals C, then based on the letter, first character in the cipher should be... Ha J egyenlő C, akkor az első karakter ugye az M, ami ebben az esetben F. Ugye? Igen. Akkor az F. Jó. Akkor a következő, azt mondja, H és P, ami azt jelenti, hogy ha ez így fennáll, akkor a H az a P meg I. Igen. És melyik az utolsó két betű? Az pedig az A és az O. Lehet, hogy rosszul csinálom, nem tudom. Az pedig az A, tehát T és H, mint hit, faith. Ha-ha! It's on! Baszó! Kulcs, an empty key, but what could you unlock with it? Szerintem ez az ajtó itt mögöttünk kell, és egy könyvecske. Köszi, srácok, Icon. It is September 27th in the year. Ahol minden elkezdődik, achievement unlocked. Chapter 2. September 27-e van, 1864-ben. Éjszaka, majdnem este. Aha, sose volt naplóm, de azt sokan mondták, hogy jó lesz, hogy összeszedjem a gondolataimat. És hogy könnyen megkülönböztetni a képzeletet a valóságtól így. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Várj! Most! Almost night.
Fasz! Most olvassa, amit az előbb lefordítottam. Akkor most azt a csávót alakítjuk, aki a naplót írta 1800... Már elfelejtettem hányban? Gyufa? Gyufa? I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. Aha, 10 év után most ért haza. Nincs semmi baj a háznak. Light the candles. Meg kell gyűjteni a gyertyákat és körbe kell nézni. Nem találja a faterját. Meg kell gyújtanunk a gyertyákat. Hey, hey. The house feels strange. Fura a ház, azt mondja. Nézzétek csak! Valószínűleg felérdekesítettem az édesapámat egy nap, amikor ugye felém dobta ezt a kibaszott kur... Fogd már be a pofát, bassz meg egy pillanatra a kurva anyát! Hát el akarom olvasni, hogy mi van írva erre a kibaszott szarra. Ezt, aki kitalálja, srácok, a videójátékokban, az teljesen hülye, bassz meg. El akarom olvasni, mi van ezen a kurva szobron, ez meg pofázik megállás nélkül. Idióta. Szóval, ennek a csávónak az apja dobta az ő fejéhez ezt a kibaszott szobrot, és akkor tört el. Tehát most már ezt is tudjuk, hogy 1979-ben ezt mire látta. Na, remek. Na, tedd vissza. Mocskos szar. Oké. Okay. Semmi gond, srácok, semmi gond. Ez egy könyv? Még gyufa. Ez fontos. Várjatok, a gyertyát gyújtsuk meg. Faszom. Ez az. Ez a másik, ez a... Hopp, 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 ezen is van egy felirat. De hol? Ott. Az édesapám társa George kapta ezt ajándékba. A sors... Jó kibaszott vele, mikor gyerek voltam, még mindig fosok ettől a szartól. Mármint ettől. Oké, ez nem tudom ki. Kanál. Papír. Yeah. Miért kell ilyen kurva sötét, mindegy legyen? Ez egy... Ez tinta volt? Ez mi? Nagyapám a bányában használta ezeket a ezt a lámpást. Eléggé ritka volt abban az időben. Eléggé hülye biztos, hogyha lemész a mélybe. Most egy kicsit a rozsdás már, de még működik. Talán hasznomra válhat. Fasza! Szóval lámpás. Zsír. Akkor valószínűleg az a másik cucc, az olaj lehetett a lámpába. Aha, itt van a fater és a társa. Pillanat. Micsoda? Várjátok, ki ez? Jacob and George Whitehead. Na várjátok. Azt mondja, hogy... Wow, és akkor ebbe kell az olajó? És miközben itt johnizom ezt a cuccot. Jó. Tehát itt van a lámpás. Vagy meggyújtjuk a gyertyákat. Ah, és akkor ezzel meg eloltjuk. Jó. Tehát itt a sötét részeket meg tudjuk vizsgálni. Oh, my Jesus. Na gyere! Nye! Ez az. Itt egész komoly gyertyagyújtogatásba. Te a faszomat bele, mi volt ez, genyó? Semmi baj. Nyugalom. Nyugalom. Na, takarodj már, te kurva szik. Ne! Jó. Papír. Azt mondja, hogy load pre-emption contract. Szinte semmiért vette ezt a földet az apja. Ennyi volt az egész. Ez arról szól ez a papír, hogy megvette a földterületet. Gyufa. Semmi. Haha, lámpaolaj. Haha. Fiók.
Fiúk, könyv, dob, nem? Nézzük, bármi hasznos van-e itt. Úristen, ki a faszom tart festményt a fiókba? Régen, lehet, hogy régen így adották meg a pucérnős magazinokat, hogy volt egy pajzán festmény a fiókban, amit esetenként kinyitottam, hogy haha, és megint. Ez egy pipa? Valami van ezen a pipán. Egyszer megpróbáltam beleszívni, sajnos megtudta apám, és úgy akartam tenni, mint egy felnőtt. Egész éjszaka hánytam, soha többet nem nyúltam hozzá. Béna. Na mindegy. Ez nem nyílik. Ez nyílik. De csak eddig nyílik. Akkor körbe megyünk a másik irányba. Ha! Semmi? Ha! Semmi? Valami itt volt pedig. Aha, ez borult el! Szerintem ez volt az, ami elborult, ez a szekrény. Ennek volt olyan hangja. És ott van egy lakat, T. Károly. Olyan, mintha valaki itt keresett volna valamit már. Milyen érdekes. Itt vannak a bőröndök. Elzáron, akkor fel kell mennünk az emeletre. Én nem akarok fölmenni az emeletre, csak szólok, srácok. Mérnök úr, betonátor. Nagyon köszönjük, írkettőt neked is. Halló? Thought the window was bolted shut. Nyitva van az ablak. Shit jó. Itt is van egy szobrocska. Ezekben nincsen gyertya. Na! Hey, what are you doing here? This is private property. Oldalra mutatott a csávó. Az a feladatunk, hogy körbenézzünk odalent. Éljen. Ott volt lent valami maszkos fasz. Várjátok csak. Ha-ha! Micsoda gyertya? Jó. Where the hell did he go? Hey! Balra mutatott a csávó. Így arra felé, úgyhogy lehet, hogy arra kell mennünk. Ha most mondja a karakter is, hogy arra felé mutatott. Na nézzünk el arra, hogy mi van. Shift-el kell futni. Ezt miért mondtad? Igen, erre mutatott a csávó. Ott van a kísérletet a ganyénál! Az, húhogjál anyádba. Köcsög. Rád bezzeg nem volt hatással az erdő írtásra, hagyd meg. A horror maglyokra. Az egy külön faj, csak mondom. Ez valami tűzifa. Ne húgjál már! Most mondom! Hogy ez horror game-e? Nem. A címben azért szerepel az, hogy horror game, mert ez egyébként egy ilyen polipcsápos hentai lófasz. Ez egy erővágó. Jó. Oké. Azért mutatott ide, tehát az 1800-as években egy maszkos szellemfasz azért mutatott ide, hogy elvegyek egy erővágót. Ja, mondjuk ez sokkal szokatlanabb, vagyis ez kevésbé szokatlan annál, mint sem, hogy valaki ránéz erre a játékra 2019-ben, és azt hiszi, hogy valami a vadászgép szimulátor. Vagy hasonló. Furcsák a lépés hangok.
Vajon mire kellett ez? Itt van a KUT. De nincs rajta lánc. Azon gondolkodám, hogy hát, hogyha ide kell mondjuk a lakathoz az a, az, az erővágó, de nem. Oké, nézzünk szét. Egyre kevesebb a... Várjátok, az inventory-ba lehet tölteni a... kerozin. Igen, use. Oké, feltöltöttük a lámpát, akkor ezt így kell. Nézzünk körbe. Azt mondták, azt mondja a cucc, hogy nézzünk körbe a házon. Van egy hátsó bejárata is a háznak. Ugye visszamegyünk a másik... shit. Oké, még egy pillanatra nézzünk el ide erre. Hát, ha van itt valami nekünk, ami kell. Nem. Itt nincs semmi meggyújtható, megnyitható. Az ég egyet a világon. Ó, nézzétek csak! Itt van valami. Ha? Aha, itt a hordó mögött van ez a... Akkor ezért kellett kivenni belőle a fát. Nye! Jó? Mi ez? Azt mondja, egy újságpapír cikk, vagy újságcikk. Egy borzasztó bűneset, igen, a közösségben. Azt mondja, a hivatásos sheriffet kihívták a kocsmához. John Norton had been considered missing in the last few weeks. John Norton, ugye, eltűnt már korábban. Brutálisan meggyilkolták. Elválták a torkát, égi és minden szar volt rajta. Várjatok, ő nem... Ki a faszom az a John Norton? Nem ő volt a... Itt ez, nézd csak! John Norton! Ő volt a bíró, nem? Igen, a bíró, aki nekiítélte a földet. Őt ölték meg brutálisan. A papíron ott van rajta. Jaj, anyád! Ez az apám kalapja. Pince. Szóval ez a fater kalapja, ami tiszta vér. És ide van írva vérrel, hogy pince. Remek. Még gondolkodom rajta, hogy mit kell csinálni. Nem vagyok benne biztos. Tudjátok mit? Szerintem vigyük a vasalót magunkkal. Itt van a vasaló velünk. Ezzel bassz meg, olyan szinten tarkon húzok valakit, hogy ott szarja össze magát. Lehet, hogy még szén is van benne, gondoljatok bele. Hát ez le se szarja. A vasalót. Várjátok, élére fordítom a vasalót így előre, mert így fáj. Ott van a hegye. You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Elaludt az összes gyertya. Am I going mad? What in heaven's name is going on? Le se szarta a vasalót, bassz meg. Oké, csak nyugalom. Semmi gond. Felmegyünk az emeletre. Visszük a vasalót. Előre a hegyével, úgy fáj. Halló?
Na, bazd meg. Ez mi? Examine. I still don't know why my father started to collect them. Started to collect them. Ezek ilyen angyalkák, amik talicskáznak? Csoda, egy perverz állat. Sok figura. Gyufa, nagyon jó. Nézzük át a dolgokat. Hát a gyufára meg ilyen lámpaolajra még szükségünk lehet. Ez zárva van. Ez is zárva van. Remek. Mosalóska még mindig itt van. Szerintem a puszta látványa is elegendő lesz ahhoz, hogy elijesszünk valakit. Zárva. Zárva, zárva. Jacob and Nicholas. 1843. május 12. Én és apám a kocsmája előtt. 7 éves voltam. Mi? Szóval baszogatott azért, mert nem vágtam megfelelő arcot, pedig ő volt az, aki nem tudott egy helyben maradni. Megint oktalanul baszott le. Jó. Imádom ezt a részeg elefánt zenét, amúgy az összes ilyen, az ilyen játékokban. Szár van a szekrény. Oké. Okay. És ez is zárva van. Hogy a rabok faszát azt. Le kellene mennünk a pénzébe. Ahhoz viszont azt a másik oldali ajtót kellene megpróbáljuk. Azon gondolkodom. Oké. Okay. A másik oldalról is be lehetett jutni amúgy. Most mondanám, hogy nem számítottam erre. Srácok, komolyan mondom nektek, beteg volt az, aki ezeket a porcelán angyalkákat gyűjtögette. Még az, hogy nagyanyáim, érted, ilyen porcelán libát gyűjtöttek, az csak egy liba. Mondjuk a múltkori játék után ez is egy kicsit felelőtlen kifejezés, de... Semmi gond. Még lámpaolajat keresek, hogy abból ne fogjuk már ki. Gyufa a szarásig van. Lámpaolaj kevésbé, de... Mire pont most találtunk. Azt mondja, hogy az apám sose tudta kifejezni az érzéseit, de ezt baszoktatta az ujjával, amikor rossz kedve volt. Remek. Nagyon örülök neki. Köcsök szék. Na, pillanat. Hello! Hello! Húaj, mi a büdös szar! Jesus! Itt tökre vér van. Ez a hátsó bejárat. Amit láttunk kívülről, de még jó, hogy nem próbáltam meg körbe menni, mert amúgy se lehetett volna bejönni. Where did all this blood come from? God. Ez. Ez is suki. Tudjátok? Ha futni kéne, vagy ilyesmi. Ez zárva van.
Ezen a képen egy rendkívül beesett szemű fiatalember látható. Hello. A kurva életbe. Mindjárt elkezdenek fúrni, srácok, nyugalom. Nem kell izgulni, semmi pánik. Valaki van? Hát ide megyünk, aztán meglátjuk, mi lesz. Igen. És most, most mi lesz? Ha? Mit csinálják vele? Sehol sem. Oké. Okay. Ki kell nyitnunk azt az ajtót, ott lent, srácok? Hm? Tényleg, ki kell mennünk a... Kapd be! Kifolyott a lámpa. Ki kell mennünk a házból, és fel kell gyújtanunk. Várjatok! Hogy meg lehet-e halni a játékban? Egészen biztos vagyok benne. Jó van, haverom, jó van. Jó van. Jó van. Hello! Na, bejöttem, bazd meg, most örülsz? Hello! Minden tiszta vír! Csak koményen. Várjatok egy picit? Hazaért, Jani. Itt van. Minek? Minek kellene ilyen fasságok, bazd meg? Faló, baszki! Itt a vasaló. Papír? Még kerozin? Ezt betöltjük. Oké. Okay. Közben Jenny! Nice, Jenny! Örülök! Köszi szépen, haver! Köszi! Only for Steam, köszi a 26 hónapban, Tina, köszi a 21-et, Dr. Tokodi! Nice. Előre is jó étvágyat és jó szórakozást. Papír. Az ugye a My Father's Inn's first advertisement, he said to me, we did it, boy. Szóval, Hillside Inn a neve az apja kocsmájának. 40 szobával. Nem kocsma, fogadó. Jó. Ha közben élőben is kopognak, srácok, az az épületbontás, még mindig. Nyugi vasalócska, itt vagy. Gyerünk. Sajnos kitakar a fényből kicsit a vasalócska, de... Itt az éjjel felnőni, srácok. Vasaló nélkül belevágni.
Hogy tud ilyen szarul világítani egy lámpás, bazd meg? Miért nem mész el az anyádba? Várjatok. Tankoltam. Jé. Tök olyan hangja volt a tank, a kerozin tankolásnak, mint mikor a Diablo-ba benyomod a potion-t. Talán van egy másik út. Találd meg az oldalsó bejáratot. Én erre gyanakszom. Hő! Hoppá, csak valami kiesett belőle. Ha? Baszolló. Kell. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. Ne már! Most komolyan! I have to get in there. Whatever happened. Aki arra számít, hogy a faterja... Ááá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 
Köszönöm, megtaláltam gyűjteni egy gyufát, ezért szíves elnézéseteket kérem. Szóval, ki kell nyitni ezt a kurva ajtót, mert ez az egyetlen egy mód arra, hogy megtudja, hogy mi a gyíkom történt az apjával. Én ezt megértem, és semmi gond nincsen. De miért kell hozzá visszamenni, bazd meg, fel? Azért, hogy hát... Ezért, hogy beszarjak, mi bazd meg? Engedj ki! Erre kell az olló! Epic szenzor, köszi haver. Nyissz! Nyissz! Fostalicska. He's upstairs. What does he want from me? Hi. Hey. Elvitte a bőröndöt. Nincs itt a bőrönd. A picsába. Már nincs itt. Segítjék. Valaki átkutatta. Itt egy kulcs. Igen. Ebben volt, srácok. No! Who the hell are you? Hey, ő volt az kint. Stay back. You hear me? Ő volt kint. Keep away. Hogy néz ki? Srácok, ez a fickó volt, aki kint mutatott, de ezen az a kalap van, mint a faterján, nem? Ki a fasz vagy te? Mit csinálsz itt? Hogy nézel ki? Dreambird, köszi a 20 napot, szuper szultán, köszi a 26-ot, itt van. A szüleim régi háza, ahol Emma és én, ahova Emma és én költöztünk. Tehát a csajt Emmának hívják. Több titkot rejt, mint amit csak el tudnék képzelni. A padláson találtam egy titkos naplót Nicholas Hyde-tól, amint olvastam, megfagyott bennem a vír, stb. Tehát, srácok, most megint 1979-ben vagyunk. Damn it, someone must have torn out the rest of the page. Kitépték a napló többi lapját. Strange. I was in the attic and... I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Meg kell mutatni Emmának a... Ó, itt van a talicskás angyalka. Meg kell mutatni Emmának a naplót az első emeleten. Tehát ez megint 79. Ez az. Ez ugyanaz a ház, ugye? Csak most költöznek be Adam és Emma. Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma? Can you hear me? Emma? Mi bajod van, jányom? I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? Szóltam, és nem válaszoltál. Power is out, by the way. Nincs áram. What? Áram sincs. A fuse must have blown. Biztos kiment a biztosíték. Go to the basement and fix it. Tök jó lenne, ha megcsinálnád, mielőtt mutogatsz nekem itt mindenféle naplót, oké? The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I?
ugye nem kell kétszer mondjam, hogy menj le a pincébe és cseréld ki a biztosítékot, mert én nem fogok kézzel keverni. Szóval, ja, ez ilyen. Nem kíváncsi a naplunkra. Ez van, srácok, ne foglalkozzatok vele. Korát Frick, köszi a giftet. Lemegyünk a pincébe. What's her problem? She sounded like I took a piss on a mother flower bed. Így van. Ne izgulj vele, Adam. Ne izgulj rajta. Ez ilyen. Tényleg nincs áram. Aha, a padláson van... A padláson van a zseblámpa. De pontosan hol? Ti látod? Én nem láttam egy zseblámpát amúgy. Fejsze volt, amit amúgy ledobtam a földre és azóta eltűnt, de mindegy, ne erről beszéljünk most. Zseblámpa, basznak. Hol a picsában van a zseblámpa? Zseblámpa! Mindjárt nézzük. Ez az, megvan. Azt mondja, hogy igen. Check the fuse box in the basement. Will do! Valamilyen másfajta zseblámpát képzeltem el, de persze elfelejtettem, hogy 1979 van. Kurva ló! Mondtam! Mondtam azt a kurva lovat! Jó, mocskos ló. Na, ez basszóban világít, mint ez a rohadt lámpa. Na, mondjad ló, mi ez? Az biztos, ez egy köcsög ló. Azt mondja, hogy a biztosítékot keressük. Hol a biztosíték? I bet his chiming has startled many people. Okay. Where are the fuses? Jó kérdés. És komolyan azért volt kite... Ott van. Hé, srácok! Erre... Pillanat. Erre volt az ajtó az 1800-as években, nem? Be van falazva az ajtó. Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Kulcs. Maybe there's a spare fuse in the shed by the house. Oké, van egy... van a kis kunyhósrácok, ahol a kalapot találtuk, meg a... meg az erővágót. Ott kell megnézni, hogy van-e biztosíték. Ott. Hogy miért falaszták be? Jó kérdés, srácok, nem tudom. Akmó, köszi szépen. József, neked is köszi szépen. Véres kéznyom. Ez valami fröcs dolog. Most nem lehet bejutni onnan, ahonnan a múltkor bejutottunk. Aha, igen, mert onnan megy... Oké. Okay. Körbe jöttünk, mert ugye nem lehetett bejönni. Jó.